Hozzászólása következik, Agacki András képviselő, Keresztény Demokrata Néppárt képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A mai napon elkezdődött TÉPER 1710 számú Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény vitája során azt bizonyosan kihangsúlyozhatjuk, aláhúzhatjuk, hogy bár minden ilyen költségvetési törvényjavaslatnak van egyedisége, saját önálló meghatározottsága, ami majd meghatározottság általában az előző év gazdasági eseményeiből eredeztethető. Elég arra gondolni, hogy 10 évvel ezelőtt a 2010-es költségvetés törvénybe foglalásakor a 2008-as gazdasági válság, valamint a 2002 és 2009 közötti baloldali kormányzás következményét kellett a 2010-es költségvetésben, ortodox módon persze, az IMF, Világbank, az LKB, Európai Központi Bank és az Európai Bizottság igényei szerint kezelni, azaz megszorításokkal. Ami nem más jelentett, tisztelt képviselőtársaim, mint reáljövedelem csökkenést, magas inflációt, jelentős költségvetési hiányt, alacsony gazdasági növekedést, az állam, az önkormányzatok és a magyar lakosság, több nincs ebben a térben, eladósodottságát. 2010-ben, tisztelt képviselőtársak, ezt az ortodox, neobaloldali és liberális gazdaságpolitikát és az azt szolgáló költségvetést változtattuk meg. A változtatás lényege az volt, hogy ugyan anortodox vagy unortodox, de a mai, ma már szakmai berkekben is tanítani való módon a munkát, mint értéket támogató, adó- és költségvetési feltételrendszer alapjait raktuk le, beleértve a nyugdíjrendszer lényegét jelentő funkciónak megerősítését is. Ez a gazdaságpolitika segített nem csak leküzdeni a válságot, hanem a tartós növekedés előfeltételeit is magában hordozta. Tisztelt ház! Eltelt azóta 10 év, és ha azt vizsgálnánk, hogy a benyújtott 2020. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatnak biztosította jó gazdasági hátteret a 2019. évi gazdaság eredményei, akkor azt láthatnánk, hogy stabil, megszokott keretek között a magyar gazdaság és az állami költségvetés teljesíthetőségéhez biztos alapot, hátteret nyújthatnak a 2019. év eredményei. 2019-ben 4,9%-os gazdasági növekedés, 3,4%-os inflációt, 2% körüli költségvetési hiányt, 3,6% munkanélküliséget, 11,4%-os átlagos bérnövekedést és 70,3%-os foglalkoztatási rátát hagytunk magunk mögött. Jelentősen nőttek a családok támogatásai a családvédelmi akcióterv végrehajtása érdekében. Erre alapozva a foglalkoztatás, a bérek növelését segítő, a hagyományos, az elmúlt 10 évben alkalmazott eszközökkel lehetett a 2020. évet megalapozni, ahogy az elmúlt években megszoktuk. De most nem ez a helyzet. Most nem az általában megszokott módon kell a központi költségvetést előkészíteni, megtárgyalni és elfogadni, sőt tovább megyek, majdan teljesíteni, vesző végrehajtani. Ismét kell ennek a célhoz igazodó új, innovatív megoldások, hogy a 2021. év nehézségét, feladatait az ország megoldja és céljait elérje. Az idei évben berobban globális koronavírus járvány márciusban érte el hazánkat. A járványügyi helyzetben az ország jól vizsgázott. Sikerült a járvány terjedését korlátozott szinten tartani, ami azonban szükségszerűen a gazdaság visszaesésével járt, nem csak nálunk, hanem globális szinten egyaránt. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a most előterjesztett törvényjavaslat ezen tényhelyzetből kiindulva helyesen határozza meg a költségvetési javaslat értékválasztását és prioritásait. Ez nem más, mint hátunk mögött a 2019-2020
eddigi 2019-es jó gazdasági teljesítménnyel, arra alapozva a költségvetésnek egyidejűleg biztosítania kell a járványügyi készültség fenntartásának és a járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság költségvetési fedezetét. A költségvetésben kell forrás Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programjára és annak 2021-es folytatására. Mert ez kell ahhoz, hogy 2021-ben a 2019-es kiemelkedő növekedési pályára vissza tudjunk találni. Ezek a célok azonban nem szoríthatják háttérbe a gyermekek és a gyermekeket nevelő családok támogatását, azt a 2021-es költségvetésnek is továbbra kell teljes mértékben biztosítani. A gyermekvállás támogatása ugyanis akkor hatékony, ha azzal a magyar fiatalok, a családot alapítók hosszabb távon tudnak számolni. Ha kiszámítható, ha hosszabb távon, akár egy fél életen keresztül is számolni tudnak azokkal a támogatási rendszerekkel, amiket bevezettünk, vagy annak a megfelelő módosításával talán még jobban. Úgy gondolom, hogy ezért nagyon fontos annak a fenntartása, annak a folyamatnak, annak az állapotnak a fenntartása, hogy Magyarország egész Európában az egyik legmagasabb GDP arányos százalékban biztosítja a családok támogatását, ami a GDP 4,5%-a, ez közel 2,3 milliárd forintot jelent, ami 2300 milliárd forintot jelent a magyar családok javára. Ebben benne van a családi otthonok alapítási támogatása, és természetesen benne van a családi adókedvezmény rendszere, amely differenciáltan, de hatékonyan biztosítja a gyermeknevelés költségeit, biztosítva azt, hogy a gyermekek vállalása az ne jelentsen egyenlőséget, ne jelentse egyben a szegénység vállalását is. A előttünk levő törvényjavaslat azzal számol, hogy a 2020-as gazdasági megtorpanás követően 2021-ben a magyar gazdaság teljesítménye körülbelül 4,8%-kal bővülhet, és ezzel mintegy 2010-hez képest 30%-kal bővül majd a magyar gazdaság. A költségvetés hiánya és az államadósság 2020-ban a korábban tervezetnél magasabb lesz. Ugyanakkor a beterjesztett javaslat szerint 2021 végére a GDP arányában várhatóan 69,3%-ra csökken a 2020 év végére várható 72,6%-ról az államháztartás hiánya, míg az államadóság, míg az államháztartás hiánya az elmúlt évekhez hasonlóan jövőre sem fogja meghaladni a GDP 3%-át. Hozzá kell tennem, minden olyan ágazatban, gondolok itt az egészségügyre, az oktatásra, a honvédelemre, minden olyan ágazatban, amely a magyar emberek életét, az ország stabilitását, gazdasági stabilitását szolgálják, csak magasabb összegű kiadásokra kerül sor 2021-ben a tervezés szerint. Például az egészségügyi célokra 2021-ben 2115 milliárd forint fog rendelkezésre állni, amely 156 milliárd forinttal több, mint az idei évben biztosított források. Tehát annak ellenére, hogy elég nehéz helyzetben vagyunk most, a 2021-es költségvetés optimista, nem csökkentő, nem megszorító jellegű arcolatot vett föl, hanem továbbra is biztosítja azokat a forrásokat, amelyek az alapvető feladatok ellátásához szükségesek. Külön kell hangsúlyoznom, hogy a nagyon fontos tétel, egyre fontosabb tétel itt a 21. század 20-as éveiben a rend és honvédelem területének a finanszírozása. Erre azért van szükség, mert azt lehet látni, hogy mind a migrációs helyzet, mind pedig az ahhoz kapcsolódó védekezési eszközöknek a kezelése fokozottabb erőfeszítéseket igényel, és fokozottabb erőfeszítéseket igényel a honvédelem fejlesztése,
Már csak azért is, mert erre vonatkozóan, mint Atlanti Szövetség tagja, kötelezettséget vállaltunk, hogy megfelelő minőséggel tudunk hozzájárulni a közös katonai védelmi politikához. Azt gondolom, tisztelt ház, hogy mindezek figyelembe vételével általánosságban el lehet mondani, hogy a költségvetés számai biztatóak, a költségvetés tervezetének számai biztatóak, és arra adnak reményt, hogy ha ez megvalósul, már pedig erre sok biztatást kapunk különböző szakértői fórumoktól, akkor a magyar gazdaság nem hogy vissza fog esni 2021-ben, hanem újra képes lesz visszatérni a 2019-es növekedési pályára, amely időszak alatt Európa negyedik vagy harmadik legjobban fejlődő gazdasága volt, és amellett hozzá kell tennünk, hogy például az Euronews jobboldalisággal nem vádolható írásai szerint is egyik legnagyobb mértékben csökkent a szegények száma hazánkban. Tehát ma már nem vagyunk abban az Európai Uniós tagállamok között, abban az öt tagállam között, ahol leginkább veszélyeztetettek az emberek a szegénységbe visszakerülésre, illetve a szegénységből való kitörés leginkább nem lehetséges számukra. Meglepetésre ezen országok között olyanok szerepelnek, mint Görögország, Spanyolország, Olaszország, és természetesen, illetve nem természetesen, ha jól emlékszem, Litvánia, de ezek között Magyarország nincs. Ez gyökeresen ellentmond az ellenzéki forgatókönyveknek, az ellenzéki tirádáknak, mert e tekintetben az Európai Unió által is jó teljesítményt tudott nyújtani Magyarország az elmúlt 3-4 évben, amihez természetesen kellett a gazdasági növekedés, a szociális érzékenység, a munkavilágának megerősítése, ahogy említettem, 70,3%-os volt a foglalkoztatási ráta 2019-ben, amiből aznak a méltó igazolása, hogyha munka van, minden van, és ha minden van, tehát munkát tudunk adni az embereknek, akkor az a legfontosabb eszköz, legfontosabb feltétele a szegénység leküzdésének. Annak ellenére mondom azt, hogy mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos dolog az, hogy felzárkóztatási programokkal segítsük a leszakadó társadalmi rétegeket ahhoz, hogy ők is ki tudjanak kerülni a szegénység rabságából. Fontosnak tartom megemlíteni, ha már az elmúlt időszakban egy komoly vita volt a klímavédelemről, hogy hogy áll a klímavédelemhez, az energetikához a beterjesztett költségvetési javaslat. Azt el lehet mondani, hogy Magyarország, ahogy itt a magyar kormány az eddigi tevékenysége során, 2010 óta, ha nézzük az eseményeket, a klímavédelem és az energetikának a CO2-mentes átmenetébe a cselekvés oldalára állt. A parlament elfogadta a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia második változatát, és elfogadtuk a klímavédelmi törvényt is az elmúlt időszak alatt. Fontos azonban kiemelni azt, hogy miképpen jelennek meg ezek a klímavédelmi és energetikai célok a költségvetési javaslatban. Azt hozzá kell tenni, hogy ennek a klímavédelemnek, energetikának és közlekedésnek a kiemelt szakpolitikai céljai az energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése, az energiaracionalizálás, az energiaszektor klímabarát átalakítása és a megújuló energiaforrások arányának növelése, hasznosításának ösztönzése, illetve az energetikai innovációban rejlő és a klímaváltozáshoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása. Mindezek megvalósítása érdekében a célokat finanszírozó energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport 2021-es előirányzata, kiadási előirányzata 35 milliárd forint. Ez látszólag kevés összegnek mondható, de ahogy elhangzott a klímavédelemről szóló törvény vitájában, mind a kormány, mind pedig a kormánypárti képviselők részéről, a klímavédelem, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem az nem a kormány ügye elsősorban, hanem szövetséget kell találnunk a gazdálkodó szervezetek, a civil szféra, a polgárok irányába is, és a gazdálkodó szervezeteket kell olyan helyzetbe hozni, hogy a klímavédelmi célokhoz a megfelelő hozzájárulást mind anyagilag, mind technológiailag meg tudják tenni.
Ha ezeket a programokat ebből a 35.300 millió forintból tudjuk finanszírozni, akkor már nagy lépést tudunk tenni a klímavédelem területén. Fontosnak tartom azt, hogy az előirányzat terhére a 2021-ben kiemelten a modernizációs alapterhére finanszírozott projektek részbeni előfinanszírozással valósul majd meg. Továbbá a projektek és programok a Nemzeti Energiastratégia célkitűzésének teljesítéséhez járulnak majd hozzá. Ennek megfelelően a megújuló energia felhasználásának aránya a bruttó végső energia felhasználáson felül minimum 21%-kal növekszik. A hazai beépített fotovoltaikus kapacitás 2030-ra meg fogja haladni a 6000 megawattot, és 2040-re pedig megközelíti a 12000 megawattot. 40%-kal kell, hogy csökkenjen 1990-hez képest az üvegházhatású gázok kibocsátásának a mennyisége. És a végső energia felhasználásnak is nem szabad meghaladni 2030-ban a 2005-ös 785 petazsúl szinteket. Ezek fontos lépések, mert ennek függvényében tudjuk azt elérni, hogy a karbonsemleges hazai villagos energiatermelés 2030-ra 90%-ra nő, amihez, ha kiegészítjük a villamosenergia rendszerhez kapcsolódó rugalmasságot növelő beruházásokat is, ez kb. 1 millió okos mérő fogyasztásmérő telepítését, akkor azt lehet mondani, hogy azokat a klímapolitikai, klímavédelmi és energiapolitikai célokat, amelyeket megfogalmaztunk itt a klímavédelmi törvény vitája során, illetve magában a törvényben is rögzítettük, akkor azt el fogjuk tudni érni, és ehhez a 2021. évi költségvetési tervezet jó alapot, biztos támaszt tud adni. Most már csak arra van szükség, idézőjelben mondva, hogy ezeket a lépéseket hatékonyan és eredményesen az energetikai és klímapolitikai célokkal összhangban tudjuk megtenni. Én azt gondolom, hogy a kormány erre képes, és annak nem lesz akadály az a költségvetésben foglaltakat ebből a szempontból is, ne támogassa a Fidesz-KDNP frakció szövetség, illetve a frakciók. Úgy gondolom, hogy emellett természetesen vannak más tételek is, amelyek az energiapolitikához kapcsolódnak, de ezeknek a jelentősége, bár környezetvédelmi szempontból elvitathatatlan, a költségek szempontjából azonban nem érnek fel az előbb elmondott és előadott költségekhez, összegekhez, ellenben az ott élők komfortérzetét, a tájsebeknek a begyógyítását, gondolok itt az uránbányászat következményeinek, a Karolina terephelyének a rekultiválására, ezekre is mind benne van a költségvetésben a fedezet, amelynek az a fontos része, hogy amit eddig a bányászat, mint gazdasági tevékenység tájsebekben ott hagyott, azt fokozatosan az európai uniós előírásoknak megfelelően és szándékainak megfelelően tudjuk majd olyan helyzetbe hozni, hogy az ott élőknek az életkörülményét jelentősen tudja javítani, és egy közösségi életterek jöjjenek létre ezeken a területeken. Természetesen a víz, talaj, védelmi reparációk megtöltésével együtt. Fontosnak tartom egy bekezdést itt beszélni arról, hogy mert végül is elég sok negatív észrevétel hangzott el a baloldal részéről az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatban. Leginkább azt hangzott el egységesen mindegyik baloldali párti résztvevőtől, legyen az Jobbik vagy DK vagy Párbeszéd, hogy 2021-ben az önkormányzatok kivéreztetésére törekszik a kormány. Ehhez képest az előterjesztésben a következők szerepelnek. Jelentősen több költségvetési forrás jut a helyi önkormányzatoknak 2021-ben. Az idei nagyjából 739 milliárd forintos forrás helyett mintegy 857 milliárd forintból gazdálkodhatnak majd. A javaslat szerint a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 173 milliárd forint helyett
264 milliárd van a költségvetési tervezetben. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataink támogatása az idei csak nem 191 milliárd, ami egy emelt összeg már, és ez biztosította már ez év elejétől a minőségi óvodai óvonőknek és a bölcsődei dolgozóknak a minőségi bérfejlesztését is. Tehát a 191 milliárd forint helyett mintegy 213 milliárd forintot lehet majd fordítani az egyes köznevelési feladatok támogatására. És ugyanez vonatkozik, hasonló arányú emelés vonatkozik a gyermekétkeztetési feladatokra. Összességében azt lehet mondani, hogy nem, hogy a kormány nem, hogy kivéreztette az önkormányzatokat, hanem sokkal kedvezőbb, dinamikusabb helyzetbe hozza őket. Miért mondom ezt? Az elmondottakból az látszik, hogy a működési költségekhez, a működési költségeket a kormány bőkezően nagyvonalúan biztosítja az önkormányzatok számára. Hogyha már konkrétumokat említsünk meg, akkor például 2020-ban, de ugyanez vonatkozni fog 2021-ben, de a tényadatokat, ha nézzük, a választókeretem központjában Érden a költségvetés 51 milliárd forintos összeggel rendelkezik, ebből 46 milliárdot biztosít az állam. Tehát ha ilyen arányokat nézzük, akkor elég bátor dolog azt mondani, hogy az önkormányzatokat a kormány ki akarja véreztetni, már csak azért is érdekes ez a dolog, mert ugye ért ellenzéki vezetésű önkormányzat. Tehát erről nincs szó, hanem arról van szó, hogy dolgozni kell az önkormányzatoknál is, és olyan módon kell gazdálkodniuk, hogy a megemelt állami normatívákon keresztül biztosítani tudják a kötelező ellátásnak a teljesítését. Én azt gondolom, hogy ebből a dologból azt levonni, hogy a szelektál a kormány és különböző módon támogatja és zsarolja az önkormányzatokat, elég vastag dolog. Elég vastagon nem felel meg a valóságnak. Még egy, hogy az életszerűséget is igazoljam, hogy ez miért van így. Ugye elhangzik többször is, több alkalommal is elhangzott itt, hogy a koronavírus járvány elleni védekezés kivéreztette az önkormányzatokat. Mondom, 51 milliárd forint az érdi költségvetés. A legutóbbi ismereteink szerint május végéig ebből a költségvetésből koronavírus elleni védekezésre Érd megyei jogú város mintegy 20 millió forintot fordított. Tehát ha minden önkormányzatnál csak ennyi van, akkor az eléggé furcsa azzal érvelni, hogy ez a helyzet kivéreztette most a koronavírus helyzet az önkormányzatokat. Az más kérdés, hogy mi lesz 2021-ben. 2021-ben várhatóan okosabban és hatékonyabban kell gazdálkodniuk, de akkor is az előbb említett kötelező feladatok ellátására fordított összegek megemelése miatt veszély nem fenyegeti az önkormányzatok kötelező feladatait. Az is bizonyos, hogy a fejlesztésekre, ha nem marad esetleg pénzük tekintettel arra, hogy az iparűzési adó alapjuk kevesebb lesz, akkor a kormány hitel felvételére engedélyt ad, amelyet továbbiakban, mint az év vége, lehet felvenni, illetve lehet visszafizetni. Tehát ilyen szempontból ezt az átmeneti időszakot, ami a 2020 és vélhetően a 2021-es gazdasági szituáció között látható, tehát 2020-ban van egy igen jelentős és érzékelhető gazdasági visszaesés, és ahogy a költségvetési törvény tervezete is elmondja, hogy 2021-ben már majd, hogy nem el tudjuk érni azt a növekedési szintet, amiben 2019-ben voltunk, akkor ezt az átmeneti időszakot az önkormányzatok képesek kezelni, képesek kell, hogy kezeljék, függetlenül párthovatartozást. Az más kérdés természetesen, hogyha erre megvan a szándék, akkor ezt csinálni kell, és a személyes, vagy nem is személyes, csak hallomásból hallottam, hogy az új vezetések, tehát az ellenzéki polgármesterek egy része, meg a városvezetés az jó bulinak tekinti a városvezetés, és nem politikai feladatnak, és nem elkötelezettségnek, de ez csak egy személyes megérzésem, ne vegye senki magára, kérem önöket. Én azt gondolom, hogy mindezeket összegezve a 2021. évi központi költségvetés tervezete
kellő érzékenységgel és kellő dinamikával kezeli ezt a nehéz helyzetet, speciális eszközökkel biztosítja a gazdaság újraindításának a pénzügyi feltételeit, előttem szólók már említették a Magyar Nemzeti Banknak is a programjait, amelyek jogos reményt adnak arra, hogy 2021-ben az óvatos és visszafogott becslések alapján is ez a gazdasági válság túlélhető lesz, és amennyiben ez túlélhető lesz, mind az államháztartás nagy rendszerei, mind pedig az önkormányzatok létezésének a feltételei biztosítottak lesznek. Így ennek következtében nem tudok más mondani a magam részéről, és biztos vagyok benne a Kereszténydemokrata Néppárt frakció részéről, a benyújtott törvényjavaslatot támogatni fogjuk a jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm, Magacki András képviselő.